Jó napot kívánok, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Köszönöm a lehetőséget, hogy elmondhatom gondolataimat a földtörvényről, a földdel kapcsolatos jogalkotásról, és nagyon örülök annak, hogy ilyen komoly érdeklődés övezi ezt a témát, és annak is örülök, hogy lesz majd olyan közvéleménykutatás, amely ezzel a földtörvénnyel kapcsolatos. Itt kedves vendéglátóim jelezték ezt a számomra, és kíváncsian várom én is az eredményét, hiszen minden egyes ilyen alkalom segíti a törvényhozói munkát, a miniszteri munkát is, hiszen ezekből a megítélésekből, véleményekből mi is tudunk okulni, a munkavégzésünket ez segíti. Hozzátéve persze azt, hogy egy földtörvényt, azt mindig más földtörvényekkel érdemes összehasonlítani, és jelenleg még a korábban hatályos jogszabály alapján dolgozik a magyar mezőgazdaság, él a vidék, él az ország. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, egy több hónapos földtörvényvita közeledik a vége felé, és el lehet azt mondani, hogy azok a fő célok, amelyeket megfogalmaztunk, bár sok kérdés van körülöttük, de döntően a társadalom részéről elfogadottak. Mi abból indultunk ki, hogy a 1100 éves vitát a föld tulajdonlása kérdéskörében el tudjuk dönteni, ez megvan a társadalmi felhatalmazottság, és azt az elvet, hogy a föld azért legyen, aki megműveli, hogy a magyar földműves lehessen az, aki földet vásárol, a földtörvénynek is tükröznie kell. Ez egy rendkívül fontos, és a magyar vidék, Magyarország sorsát évtizedekre meghatározó döntés, és látszik az, hogy a földvitának is egy kiemelt eleme volt. De a földforgalmi törvény vitája, ami egy kétharmados jogszabály, több további vitát is magában hordoz, illetve magában hordozott. Az egyik egy alkotmány módosítás volt, amely a legmagasabb jogi védelmet biztosítja a magyar termőföld részére. Ez tulajdonképpen beépült a földforgalmi törvény vitájába.